Sziasztok, köszöntelek titeket ezen a borús, ködös, de vidám napon. Azért is mondom, hogy vidám napon, hiszen folytatjuk a kedvenc villamosos sorozatot. És itt vagyok a Móricz Zsigmond körtéren, jobbra-balra fordulnak a villamosok, és a mai videóban a 41-es villamossal fogjuk folytatni. És azért nem a Bécsi út Vörösvári úttól indulok, hiszen ott már jártunk. Nem szeretném újra bejárni a Bécsi út és a Móricz Zsigmond körtéri szakaszt, úgyhogy innen a Móricz Zsigmond körtértől fog indulni majd Kamaraerdő irányába. Itt viszont elmondom előtte a történetet, és akkor közben bejárjuk a vonalat. Tartsatok velem, indul ez az új sorozat. És ugye ma a 41-es villamos vonallal fogunk foglalkozni, ahogy azt a bemutatkozónál is elmondtam, hiszen ez következik számrendi sorrendben, és el is mondom, hogy miért innen kezdjük a videózást a Móricz Zsigmond körtértől. Azért innen kezdjük, mivel régebben itt volt a végállomása, illetve ne ugorjunk ennyire előre az időben, menjünk vissza egészen 1914-ig, ugyanis 1914. júliusában indult el gyakorlatilag a török-bálinti hévvonal, és ugye 41-es villamos ehhez köthető, hiszen egykor nem villamosvonal volt, hanem hévvonal, bizonyám, és a Szentgellért tértől indult, ugye az egyik volt a török-bálinti hévvonal, ami lejött itt a Fehérvári úton, és elment Kamaraerdő irányába, majd onnan török-bálintra, a másik pedig a Nagytétényi hévvonal volt, ami gyakorlatilag Nagytétény irányába ment el. De akkor kezdjük 1914-től, akkor jött létre, akkor még a Szentgellért térről indultak, majd aztán 1942-ben, amikor megépítették a Móricz Zsigmond körtéri gombát, ahol most is jelen pillanatban állok, akkor került át ide a végállomása, pont azért álltam ide, hogy lássátok mögöttem, épült 1942-ben, bizony, 42 karácsonyán épült, és Sall József tervezte ezt a épületet, amit majd 2014-ben újítottak föl. És ugye erre azért is volt szükség, hiszen akkoriban még hurokban fordultak ugye a hévvonalak is, a villamosvonalak is itt, és kellett egy végállomás. Szentgellért téren pedig elég szűkös volt megoldani, és ugye itt van mögöttem ez a csodálatos épület, ami a mai napig megvan, viszont már villamosok nem forognak körbe, tehát nincsen hurok végállomás. Ezért is tartották meg, mivel egykor és most is ilyen vendéglátó egységek voltak. Tehát amíg te vártál a villamosra vagy a hévre, addig be lehetett jönni, lehetett fogyasztani egy jó kávét, meg lehetett venni a napi újságot. Szóval egy nagyon jó ötlet volt, és akkor kezdjük akkor 42-től, folytassuk legalábbis onnantól. 42. decemberében innen a Móricz Zsigmond körtértől indultak ezek a hévvonalak. Akkor még érdekes tudni, hogy a BBVV kezében volt. Ugye régebben a hévvonalakat nem államilag, hanem magán cégek építették, és a BBVV, magyarul a Budapest-Budafok helyi érdekű villamosvasút társaság építette meg ezt magának, és ezzel lehetett közlekedni. Aztán 45-ben történt ugye a második világháború, akkor lerombolták a budafoki felüljárót, egy ideig nem jártak a hévek, de aztán 52-től kezdődően újra elindultak ezek a hévvonalak, és érdekesség tudni, hogy 52-ben egy csomó hévvonala MÁV kezébe került, tehát állami cég kezébe, viszont ez a Nagytétényi és török-bálinti hévvonal, az pedig átkerült a FVV-hez, magyarul a Fővárosi Villamosvasúthoz, és 1953 felé indították el a párhuzamos 47-es villamosvonalat, amivel majd foglalkozni is fogunk, és 1958-ban került át a B-hévhez, ugye a török-bálint és a nagytétényi vonal, és akkor még hévüzemként működött. Egyébként ugyanúgy közlekedett, mint most Bécsben a Wiener Lokálban, tehát közös pályát használt a villamossal, és mindig az volt a probléma, hogy ezek a hévek föltartották a 47-es villamosnak a haladását, emiatt csomó probléma volt. Na mindegy, haladunk előre az időben, annyi a lényeg, hogy 58-ban viszont újra átkerült az FVV-hez, és akkor már ugye elkezdték őket ugye számozni, és ugye betűjelet kaptak először, tehát ugye a török-bálinti vonalon is volt ő jelzés, volt T jelzés,
tehát nagyon sok betétjárat közlekedett, és végül is 63-ban szűnt meg végleg a hévüzem, akkor lett villamos vonal, és a 41-es és a 43-as villamos vette át ezeket a szerepeket. Ugye a 41-es villamos közlekedett a Török-Bálint felé, a mostani útvonalon, a 43-as pedig Nagy-Tétény irányába. Történtek változások, ugye 72-ben még volt betétjárat is, és 77-ben ugye már, tehát ugye 72-73-ban visszarövidítették Török-Bálintó Budaörsig, majd ezt a 77-ben Kamaraerdőnél lett a végállomása, ugyanis 77-ben volt az a elképzelés, illetve koncepció, hogy egyetlen egy villamos sem lépheti át Budapest határát, és Kamaraerdőnél alakították ki a végállomást. Teltek múltak az évek, 2002-be érkezünk, akkor kezdték el építeni itt a 4-es metrónak a előkészületi munkáit, akkor végezték, tehát akkor építették itt a aluljárókat, és a lényeg az, hogy ugye 2002-ben itt Újbuda központnál volt a végállomása, sokan STK rendezőnek is gúnyolták ezt a területet, és végül is 2003 környékén hosszabbították meg a Batthyány térig, és most a budai fonódó átadásával a Pécsi út Vörösvári útig, így nyert el Budapest leghosszabb villamosa címet a maga 18,5 kilométerével. De akkor kezdjük is bejárni ezt a vonalszakaszt. És akkor itt sétálgatunk a Móricz Zsigmond körtérrel lefelé, majd Újbuda központ irányába, ugye 2014-ben adták át a 4-es metrót itt, és rengeteg építési munkálat volt, ami miatt nagyon sokáig ott van az STK velünk szembe. Odáig közlekedtek a villamosok, pont azon a végállomáson, ami ott van. Ugye egy egyszerű kihúzó vágány, most a 61-es villamos, illetve az 56-os A használja. Nem tudom miért, egyébként egy tök felesleges kihúzó vágány. Most úgy nem felesleges, hogy üzemzavar esetén jó visszafordítani ott a villamoskat, de elég hülyeség itt a Móricz Zsigmond körtéren végállomásoztatni valamit. És a lényeg az, hogy innen elindulunk, végig haladunk a Fehérvári úton, és akkor úgy le a Budafoki elágazásig, és végig a 41-es különálló szakaszán. És itt vagyunk az Etele út Fehérvári útnál, ahol az 1-es villamossal találkozik. Ugye ez 2015 óta teszi meg. 2015-ben ott volt még az 1-es villamos végállomása, és 2019-ben jött át itt, és akkor keresztezte a Fehérvári úti villamosvonalakat. Ugye erről már külön videó is készült, erre külön nem szeretnék kitérni, csak meg akartam mutatni nektek még egyszer a környezetet, hogy összetudjátok tenni, aki nem ismeri nagyon Budapestet, így fejben, hogy ezek itt találkoznak. És érdekesek, hogy ugye itt a Fehérvári úton rengeteg villamos közlekedik. Ugye, hogy kiemeljek néhányat, ugye itt jár a 17-es villamos, aminek a kapcsán mi pont itt a Fehérvári úton nem jöttünk végig, hiszen nagyon hosszú volt a videó. Móricz Zsigmond körtérig jutottunk el, és utána már ugrottunk egyet a Savoya Parkra, de egyébként itt megy el a 17-es villamos. Ugye nagy részt kaffokkal van kiadva, de előfordul rajta Tátra villamos is. Aztán itt jár ezen kívül, hogy pontos legyek, a 41-es villamos, amivel most foglalkozunk, ugye ami szintén Tátrákkal van kiadva most már, régebben egyébként GANZ villamosokkal volt kiadva, tehát nagyon rég GANZ CMG villamosok jártak a 41-es vonalon. Ugye, nagyon, hát hogyha nagyon-nagyon-nagyon régre visszaugrunk, akkor hévvonatok. Aztán jöttek a GANZ GMC-k, vagy CMG-k, mindig keverem. És utána jöttek a GANZ ipari csuklósok, aztán jöttek a 41-es vonalra a Tátra villamosok. De gyakorlatilag ezek szolgálják ki itt a közlekedést. Illetve hát érdemes megjegyeznem, hogy hajnal van a nagyon reggeli órákban, mivel a Budafok kocsiszínből állnak ki, és így mennek a 19-es vonalra, ezért a 41-es vonalon reggel még kaffok is járnak.
És közben itt vagyunk Budafok kocsiszínnél, lejöttünk idáig, mert most éppen a 48-as villamos jött, úgyhogy azzal nem tudtam volna tovább menni. Hiszen a 17-es és 48-as villamossal itt van utoljára közös megállója a 41-esnek. Budafok kocsiszínnél mutatom a környezetet, ott a Budafok kocsiszín, amiben jártunk már, tele van panel lakótelepi épületekkel. És ugye a 14-48-al idáig jön, ugye a 48, az csak hétvégén jár, most pont hétvége van, ugye az egy bevásárlói járat, a Savoia Parkot köti össze gyakorlatilag a De

Ferenc térrel, úgyhogy ezek közlekednek, illetve a 17-es villamos, amit már korábban bejártunk, az is a Savoia Parkig megy, de az nem a Deák-tól jön, hanem gyakorlatilag a Bécsi út Vörösvári úttól, és ugye innentől kezdve ugye még közös szakaszon jár a 47-essel, egészen a budafoki elágazásig, 47-es megy a Városház térig, illetve ugyanúgy az 56-os is, ami csak csúcsidőben jár, tehát ilyenkor hétvégén nem közlekedik, és azt vettem észre, hogy ilyenkor, mivel ugye az 56A jár kizárólag, tehát az 56 nem, ezért a hegyi Tátrákat áttették ide. Én igen, hegyi Tátrának hívom, tudom, hogy a más kis Szépilonai Tátra, amit nemrég újítottak föl, ezzel már valaki már kötözködött velem korábban ezzel kapcsolatban, de nekem akkor sem ugyanaz, mert ugye a hegyi Tátrák azok korábban lettek felújítva még a 21. század elején, és azoknak tipikusan olyan motorjuk van, olyan hajtási rendszerük, hogy képesek felmenni a hegyre, ezért én hegyi Tátrának is becézem. Ugye ezek, amiknek ilyen zöld fogdzsemes kijelzői vannak még, illetve belül full narancsárga ülések, és ugye van a sima Tátra, aminek már szürke ülése van, narancsárga ajtókkal, de viszont narancsárga ledes kijelzővel rendelkezik. Ugye ez nekem a Tátra kettes verzió, ha így nevezhetnénk, és akkor várunk egy villamost, és akkor megyünk a budafoki elágazásig. Itt vagyunk a budafoki elágazásnál, ahol különválik a 47-56-os budafoki vonal a 41-es Kamaraerdőitől, és innentől kezdve már különálló szakaszon közlekedik. Egy megjegyzés, annyira rossz itt a pálya állapota jelenleg, hogy 5 km per órás sebességkorlátozás van, és szegény villamosvezető is úgy próbált vészfékezni egyfolytában, hogy meg tudjon állni. Hát egyszerűen borzasztó. Itt a Budafoki úti felüljáró, buszokkal így van bekötve Budafok, ugye 133E, amint látjátok, meg egyéb más buszok, és ugye erre van pont Budafok. És akkor pont itt jön a 41-es villamos, ezt lekapom nektek, és utána megyünk tovább.
furcsa elképzelni, hogy régebben ugye a 41-es villamos errefele tartott, erre meg a 43-as, most jelenleg a 41-es még mindig erre tart, viszont már csak a 47-es jön erre, 43-as nem, illetve hát ugye helyette ugye csúcsidőben az 56-os villamos is, és nagyon furcsa, hogy ez egy hév megálló volt korábban, igazából egy ilyen héves villamos közös megállóhely, és indulunk is, mert akkor bejárjuk azt a szakaszt, amit ígértem nektek, úgyhogy mutatni fogok érdekes helyszíneket. Nagyon sok embernek egyébként ez a kedvence, ha megkérdezed a embereket, hogy melyik Budapesten a kedvenc villamos vonaluk, 70% azt fogja mondani, hogy a 41-es villamosnak ez a szakasza, a maradék 30% pedig legyen 20% az a 2-es villamos, fogja mondani, a 10% meg valami más. És akkor itt haladunk már a patak mentén, ugye hamarosan Kelemvölgy, következik majd Kamaraerdő, és végig ilyen vidéki hangulatban közlekedik ez. Hát nem véletlen, mint mondtam nektek, ez a török-bálinti hévvonal volt, tehát ilyen teljes mértékben úgy néz ki, tényleg, mint egy hévvonal. Tehát komolyan, én a Ráckeveihez tudnám hasonlítani ezt a végét, bár túlzással, de ha nagyon össze kéne hasonlítanom hévvonallal, akkor azt mondanám, hogy a Ráckevei vagy a Csömöri hévre hasonlít leginkább. És vigyázni kell, mert rengeteg veszélyes hulladék van, ugye az emberek ide a természetbe dobálják azokat, amiket már nem kellenek nekik. És akkor itt jövünk végig szépen ezen a patakparton, és ha jön a villamos, akkor lekapjuk. Egyébként több minden más érdekesség is lesz, ugye lesz itt tó, lesz itt lovarda, minden, úgyhogy meg fogom nektek mutatni, bár már valaki készített korábban erre videót, Bence, úgyhogy tőle is láttam. Én nem azért jöttem, hogy őt utánozzam, hanem azért, mert én a villamosos sorozatot csinálom, és a 41-es villamossal foglalkozunk most jelenleg. Egyébként a mai napig megfigyelhető ez a héves jelleg, és hogy honnan, azt mindjárt mutatom nektek, a megállókból, illetve az elnevezésekből. Ugye látszik, hogy ez eső beálló, bár ugye igaz, hogy villamosos, de maga a pálya olyan, mintha egy tényleg hévvonalon járnánk. És a héves jelleg még onnan is megfigyelhető az megállóhelyek elnevezéséből, például itt van az, hogy Rózsavölgy alsó, tehát ugye nem utcanevek vannak, hanem inkább kerület elnevezések, ugye Rózsavölgy alsó is ezt a jelleget mutatja, illetve Kelemvölgy, és még sorolhatnám. Tehát ahogy végig megyünk ezen a Kamaraerdői villamos vonalon, végig ilyen elnevezéseket láthatunk. Hát ennyi tennék így hozzá még.
És ugye mivel nehéz megközelíteni a villamost, ugye űrszelvényben a töltésen nem szeretnénk mozogni, a másik oldalon meg nehezen belátható, ezért így mellék utcába jöttem végig, a honfoglalás útján látjátok, vidéki hangulat, itt van egy feszület, itt van egy nagyon jó kis ABC, és én dolgoztam is itt korábban, ugye egy házépítkezésben segítkeztem, és a lényeg, hogy ez ilyen kertvárosi hangulatot idéz, és régebben itt volt egy lovarda, emlékszem rá, és most látjátok, újépítésű házakat tesznek ide. Régebben tényleg itt lovarda volt, én emlékszem, nem volt ez olyan rég, amikor segítkeztem, még talán 17 éves koromban. Nagyon-nagyon jól átalakulnak így a területek az idő folyamán. Ugye ez 2010-es évek elején volt, azóta nagyon átalakult itt minden, itt a 150-es busz. Legalábbis én úgy emlékszem rá, mert ezzel lehetett bemenni Kelenföld vasútállomásra. És jól emlékeztem, 150, 250, 250B. És innentől kezdve nagyon kevés alkalom volt, hogy Kelenvölgytől tovább mentem volna, ugye ez kelenvölgyi megálló. És hogy lássátok az árny oldalát is, ennek nem fikázni szeretném a helyszínt, de itt nem csak ilyen kedves emberek vannak, meg vidéki hangulat, de rengeteg hajléktalan is utazik ezen a 41-es villamosvonalon, ami borzasztóan rongálja az állapotot. Tehát én azért nem szeretem a 41-es villamost, ugye a hajléktalanok ott szoktak feküdni, aludni rajta, éjszakánként is. Nagyon ritkán járok, de akárhányszor erre jártam, mindig ugye hajléktalan balhék vannak. Ott tisztálják a kannásbort, de vannak itt teljesen normális emberek. Hát nézzétek meg, egy ilyen ház biztos nem 2 forint. Minimum egy olyan több 100 millió forint egy ilyen ház itt. Tehát nagyon jó környékről van szó. De sajnos a hajléktalanok mindenhol megjelennek. Menjünk tovább arra felé, és amikor jön a villamos, akkor majd videózok egyet. Közben mutatom, hogy milyen oázis területen vagyunk. Itt ugye a kőérbereki megállónál vagyunk, itt van a villamos megálló, és egy hosszú réti patak, illetve hát ugye itt van a tó, ugye itt van egy sportuszoda, illetve nagyon sokan ugye ide jönnek kikapcsolódni, rengeteg újépítésű ház, szóval gyönyörű környezet, azt kell mondjam.
és megérkeztünk a Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomásig. Látjátok, rengeteg betonalj van itt, és érdekesség, hogy egyébként tovább tartana a pálya, és gondoltam arra is, hogy egyszer készíthetnék egy olyan videót, hogyha lenne rá igény, hogy tovább mennék, és akkor megkeresném az egykori nyomvonalat, ami Budaörsig, illetve Török Bálintig tartott, de ha tényleg van rá igény, ezt írjátok le egy komment formájában, és mutatom nektek, hogy itt még az aszfaltban tovább jön a villamosin, és gyakorlatilag ott a vége, látjátok, egy vágányzáró. Hát keresztben van egy síndarab, ugye azzal jelzik, hogy nem járható tovább a pálya, vörös tárcsa nincsen, és egy érdekesség, hogy gyakorlatilag három vágány is van, van még egy megálló, illetve ugye itt van a műszaki pihenője a sofőröknek, vagy villamosvezetőknek, mert nem szedik a sofőr kijelentést, és ugye három vágányon érkezik ott be a villamos, de csak kettő vágány van, illetve megvan a harmadik vágány is, ott van, de csak ezt szokták általában használni, úgy van a menetrend is, hogy simán vissza tudják őket forgatni. Egyébként érdekesség nagyon itt már nincs, és ugye ahogy jöttünk onnan a gyakorlatilag a Kőérberektől egészen idáig, tehát magyarul a budafoki elágazástól inkább azt mondanám Kőérberekig egy teljesen normális környezet, normális gazdag lakóházakkal, viszont Kőérberektől Kamaraerdőig, mint hogyha megváltozna ez a környezet, csak nem mindig a jó dolgokról, hanem a rosszakról is beszéljek, és rengeteg ingyen élő, mély szegénység van itt, úgyhogy hogy ezt is elmondjam nektek, tehát Kőérberektől egészen idáig Kamaraerdőig mély szegénységben élő emberek használják leginkább a 41-es villamost, és akkor el is búcsúzom tőletek. Akkor itt az ideje a búcsúnak, én megköszönöm nektek a figyelmet, remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor mindenképpen lájkoljátok, hogy másnak is kiajánlja a videót, és iratkozzatok fel, nagyon jól haladunk, már csak 50 feliratkozás hiányzik az 1000-hez. Nem is gondoltam volna, amikor elkezdtem, hogy meg lesz valaha, úgyhogy hajrá, hajrá! És akkor beszéljek egy kicsit a fejlesztési tervekről. Hát így is Budapestnek egyébként a leghosszabb villamos vonala, tehát fejlesztési terv gyakorlatilag erre vonatkozóan nincsen, mert 18,5 km, ugye 40 megállóval rendelkezik, és a teljes menetideje az 62 perc, ami több mint egy óra, 2 perc a teljes menetideje, de ha még nagyon lehetne hosszabbítani, akkor én talán visszavezetném a Budaörsi vagy Török Bálinti vonalat, bár szerintem nem lenne akkora kihasználtsága. Most is nagyon kevesen jöttünk ezzel a villamossal. Ugye akik Budaörsre akarnak elmenni, azok úgyis a többi buszhálózatot használják Kelenföldtől. Az még lehetne egy terv, vagy éjszakon ugye a aranyvölgyi meghosszabbítás, de gyakorlatilag erre vonatkozóan tervek igazából nincsenek. Szerintem ez így jó, ahogy van. Talán annyit hozzátennék, hogy annyi lehetne még tervben, hogy azért felújítanák itt a pályaszakaszt, ne 30-al döcögjenek, szétesett a pálya alattunk, szó szerint úgy rázkódott az egész. Tehát nagyjából még ezt lehetne megoldani, hogy a pályalapokat felújítani, illetve magasabb peronok lehetnének, alacsony padlós villamosok. Lennyire ne rohanjunk be előre az időbe, szerintem ezek a Tátrák nagyon szépek itt. Bár igaz, hogy esélyegyenlőséget is meg kell adni, de ez most jelenleg így jó, ahogy van. Ha tetszett nektek, akkor írjátok le a kommentbe a véleményeteket, és lájkoljátok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!